miniszteri tanácsadó úr, vezérigazgató helyettes úr, kivitelezésért felelős Soltult ügyvezetője, polgármester úr, szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívást, hiszen jó néhány olyan szereplője van itt jelen ennek a beruházásnak, akik a háttérből az elmúlt 2-3 év alatt, a tervezéstől kezdve, hiszen a főtervezőt is itt köszönhetjük, a Soltvadkert lakosainak több mint 30 éves tervezett vágyát most talán segítségükkel megvalósítjuk. Igen, több mint 30 éves az a gondolat, hogy Soltvadkertet, ahogy ezt Mosorci László, aki a 2018-22-es időben államtitkárként a magyar közlekedés politikáért felelős volt, és ezért is említettem, hogy sokat köszönhetünk a jelenleg itt lévőknek. Nos, mint ahogy említette beszédében, két főút, különösen az 53-as, a terheltségét tekintve nagyobb terheltségű út, majd pedig az 54-es, ez Soltvadkert belterületén találkozik, majd egy mintegy 5 kilométeres pályatesten közösen haladva a Kecel-Kiskörös Soltvadkerti körforgalmi csomópontnál szétválnak. De a két út összehozza azt a nagyon nagy járműforgalmat, ami már régóta indokolta, hogy próbáljuk meg kikerülni, elvezetni ezt a jelentős, főleg a Balkán felől, Szerbia felől érkező nehézgépjárműves és vendégmunkásokat nagy buszokkal szállító, nagy tengelynyomást jelentő forgalmat. Hogy miért kellett 31 néhány évet várni, ezt most mi itt belülről polgármester úrral, volt nyugdíjas polgármesterünkkel, mi ezt pontosan tudjuk, de a jelenhez érve hadd említsem meg, hogy amikor egyértelművé vált az elkerülő út tervezése, akkor az ideérkező tervezők azt mondták, hogy ide Soltvadkertre 5 be-ki érkező nyomvonal, aszfaltozott, számjegyzett út van, mind az 5-öt fel kell fűzni erre az elkerülő útra, a mai kor ezt igényli. És akkor egy teljesen új koncepció történt a régi elvi elkerülő út építéséhez képest, és hála Istennek, hogy az ő szakmai javaslatuk az olyan érvű volt, amelyet végül a kormány, ahogy Mosorci László ezt említette, egy pénzügyi döntéssel is helyben hagyta. Nem volt egyszerű az utolsó egy év, elég sűrűn beszélgettünk Nyúl Zoltán, a beruházásokért felelős vezérigazgató helyettese, hiszen a NIF a fő vivője, mint az államigazgatás háttérszervezete, és Mosorci Zoltán, aki államtitkárként akkor a kormány képviselve, ezt az előkészítést folyamatosan koordinálták, és akkor nem láttuk mi azt, hogy jó, hogy sűrűn beszélgettünk egymással, és kérdeztük, hogy mi hol tart, akár a tervezési pontoknál, akár a NIF előkészületei, akár a kormánydöntés a pénzügyi fedezet biztosítására, mert májusban sikerült hivatalosan is megnyitni a kivitelezési naplót, építési naplót, és most már tudjuk, hogy június 15-e utáni építési naplók megnyitása esetén felfüggesztésre kerültek az ismert gazdasági helyzet miatt Magyarország több helyén a beruházások. Tehát mondhatnám azt, hogy óriási köszönet mindazoknak, akik nem hagyták ellaposodni itt a tervezési, bonyolítási és a pénzügyi döntési időszakban, hogy időbe minden mondatnak a végére pont oda kerüljön. Most majd nekünk sok irigyünk lesz, mert ahol megálltak az építkezések, ott fájlalják, hogy bezzeg itt ez megtörténhetett. De ennek oka van, mint ahogy előbb említettem. A 90-es években ekkor Olaszországban sűrűbben jártam, és feltűnt, hogy nagyon sok a körforgalom, akkor nálunk ez még elég ritka volt magyarországi közutaknál, és még egy, hogy a 10-20 ezeres városoknál is már elkerülő út volt, és az elkerülő utak mentén rendszerint oda telepítették a vállalkozásokat. És ez akkor úgy megmaradt bennem, és
Mosóczi László is említette, hogy közben itt Solt-Vadkertet érinti a Budapest-Belgrádi dupla vágányú gyorsforgalmi vasút építése. Ez okozott is némi fejtörést a tervezőknek, hiszen egy helyen biztos, de a terveink szerint majd még egy helyen metszheti ez az elkerülő út ezt a vasútvonalat, és ennek az összehangolt tervezése azért némi kihívást okozott a vasúti és a közúti tervezőknek is. Ezen túl vagyunk. De mint említettem, akkor megmaradott bennünk, hogy az elkerülő utak mentén néhol tervezetten, néhol úgy maguktól oda települtek a környező vállalkozások. Ez a jobb megközelíthetőség miatt, és talán a terület megszerezhetősége és a városból való kíjebb jövetel miatt van. Ez az elkerülő út építés két nagyon érdekes helyzetet okoz még, okozhat Solt-Vadkertnek. Az egyik, mint említettem, igen, kapcsolódó tervünk van arra, hogy ezen az elkerülő út most már véglegessé vált nyomvonala mellett mintegy 50 hektáros ipari parkot szeretnénk létrehozni, amelynek az utolsó fázisaiban vannak a tervezései, illetve az, hogy a kormány elé kerüljön, és a területek megvásárlásra és a ipari park kiépítésre támogatást kapjunk. A másik pedig lehet, hogy megtaláltuk a régészeti kutató ásások következtében Vadkert ősi települési helyét, a 700-as, 800-as évekre visszavezethető ásatási eredmények birtokában vagyunk. És mindig is tudtuk Solt-Vadkertiek, hogy miután 1730-ban Solt-Vadkert második újratelepítésének időszakában az a település központ, ami most tudunk, az ősi település központ az nem ott volt. Ezt az ásatások egyértelműen jelezték, de senki se tudta, hogy hol. Hol lehetett. És most nem konkrétan behatárolva a helyet, de úgy tűnik, hogy a kutató ásatások ezt egész jól kezdik behatárolni. Úgyhogy itt meg szeretném még egyszer újólag köszönni Nyúl Zoltán vezérigazgató helyettes úrnak, hogy közbenjárására felgyorsítottuk az ásatások kiterjesztését, hogy a kivitelezőnek elháruljon minden akadály, hogy a régészeti ásatások az út nyomvonalán teljes bizonyossággal fejeződjenek be addigra, amikor a teljes építkezés megtörténik. Én abban bízom, hogy mindenki szemtanúja lehet, hogy egy precíz, az építészetben, közútépítésben jelentős tudást szerzett Bács-Kiskun megyei Solti vállalkozás nyerte el ezt a pályázatot és a megvalósítást. Én azt kérem a kivitelezés alatt, hogy bármilyen kérdés, itt most a nyomvonal kisajátítása következtében szerződéskötések, néhol viták is vannak. De ezekre az önkormányzat Temerini Ferenc polgármester úr vezetésével készen áll, hogy egyességre jussunk. Minden akadály háruljon el. Minden Solt-Vadkerti tudja, hogy ez milyen jelentőségű. Szőlőseinket, gyümölcsöseinket, erdeinket, szántóföldjeinket is adtuk azért, itt vadkertiek, hogy ez az elkerülő út megvalósuljon, és a legfontosabb helyeken a legbiztonságosabb átkelést javasoltuk, így például felüljárós rendszerű lesz a kétpályás vasúti szakaszt átívelő metszéspontján található közúti kereszteződés. De én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a kerékpáros turizmus, amelyet a térségünkben Bács-Kiskun megye legnagyobb összefüggő kerékpárút hálózata jelez, és most már Soltig a Duna töltésvonaláig tudunk kerékpárral elmenni Kiskunhalastól, és még jó néhány leágazás keresztül Kasul lehetőséget nyújt a kerékpárosoknak, hogy ezekre külön odafigyelve kerültek megtervezésre ezek a átvezetőpontok a körforgalomnál, valamint itt a Vadkerti Tóra vezető közút és kerékpárútnál a kerékpárút külön szint kereszteződéssel került megtervezésre utólagos kérésünknek megfelelően. Mindezt én
egy nagyon nagy gesztusnak tudom be mind a tervezők, mind a kormányzat részéről, amelyel így növeltük ennek a beruházásnak a költségeit, de mindenki látja, érzi, hogy milyen fontos a közlekedés biztonsága, és különösen az, hogy itt a Soltvadkertnél, Vadkerti tónál és a város központja között nagyon intenzív a turisták kerékpáros mozgása, és ahogy mostani szokásokat nézem, ez még intenzívebb fog lenni. Még egyszer meg szeretném köszönni az itt jelenlévőknek, és különösen államigazgatási szereplőknek, hogy amikor csak lehetett, ők időben tették a dolgukat, és ennek most már utólagosan nyugtázott következménye, hogy ez a beruházás tovább folytatódhat, és bízunk benne, hogy az a nagyon szoros pénzügyi helyzet, ami ma Magyarországra jellemző, ez biztosítja továbbra is a kivitelezőknek az elnyert pénzügyi keretet, és ők ebből ezt meg is fogják tudni valósítani. Köszönöm a segítségüket, köszönöm a figyelmüket. Tisztelt miniszteri tanácsadó úr, képviselő úr, vezérigazgató helyettes úr, tisztelt ügyvezető igazgató úr, kedves vendégeink! Soltvadkert város képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket Soltvadkerten. Nagyon örülök, hogy eljutottunk eddig a napig, és itt állhatunk egy ilyen szép időben egy alapkő letételi ünnepségen. Font képviselő úr gyakorlatilag minden részletére kitért ennek az előkészítő munkának, aminek a végén járunk, és ez is jelzi azt, hogy milyen hihetetlen nagy szerencse ez a város életében, hogy ő ennyire ismerte a problémát. Nyilván ez abból is fakad, hogy itt él. Tehát, hogy ennyire ismerte a problémát, ennyire a szívügyének tekintette, hogy az első pillanattól kezdve részt vett a munkában, minden apró részletre kíváncsi volt, és hát kitartó munkával képviselte a város érdekeit. Egészen biztos vagyok benne, hogy az ő kitartása eltökéltsége nélkül ez a munka nem juthatott volna el idáig. Elsőként tehát neki szeretnék köszönetet mondani, mert láttam pontosan első pillanattól kezdve, hogy milyen munkát végzett ő. Jó magam, a tervezés folyamatába kapcsolódtam be még alpolgármesterként. Lehoczky Ferenc polgármester úr nagyon sok feladatot bízott rám ebben a munkafolyamatban, aminek én nagyon örültem egyrészt, mert ilyen pályaelhagyó mérnökként nagyon megmaradt bennem a műszaki érdeklődés, és nagyon szívesen foglalkozom műszaki kérdésekkel. Másrészt megtapasztalhattam, hogy egy ilyen munkafolyamat milyen hihetetlenül összetett, mennyi apróság befolyásolja, milyen apróságokra kell figyelemmel lennie egy tervező csapatnak, és ez rendkívül érdekes munka volt. Ez a sok éves előkészítő munka azzal indult, hogy 5-6 féle nyomvonal vázlatot tártak elénk a mérnökök, amikből választani kellett. És nagyon-nagyon sokféle szempontot kellett figyelembe venni. A legfontosabb talán a környezetvédelmi előírásoknak és a környezetvédelmi tanulmányokban feltárt értékeknek a megtartása volt. Itt, ha haladnánk ezen a nyomvonalon egészen a vasúti sínekig, ott van egy képviselő úr által is említett ex-lége természetvédelmi terület, ami egy Európai Uniós szinten nyilvántartott, nagyon fontos természetvédelmi terület. Ahogy itt már említették, 34 madárfaj fészkel ott, 29 madárfaj ebből védett. Ez volt az első probléma, amit meg kellett oldani, mert az ideális nyomvonal ezen a területen keresztül vezetett volna. Ezt a területet a természetvédők mindenképpen szerették volna megóvni, ugyanakkor a mérnökök pedig azt mondták, hogy ha ezt kikerüljük, akkor óhatatlanul
sérül az a cél, hogy a lehető legközelebb menjünk a városhoz, hogy sikerüljön a forgalmat erre az elkerülő útra terelni, ugyanakkor ne zavarjuk a várost. Tehát ez volt az ideális nyomvonal. Végül egy olyan megoldás született, hogy keresztül mehet a természetvédelmi területen az út, de ugyanolyan nagyságú területet biztosítanunk kell, gyakorlatilag vissza kell vadítanunk a természet számára, hogy ez az értékes, természeti szempontból értékes terület ne csökkenjen. Nagyon fontos probléma volt, és láttam a mérnökök küszködését, hogy a vasút fejlesztéssel párhuzamosan kellett dolgozniuk. Úgy kellett felüljárót tervezniük, hogy gyakorlatilag nem volt pontos információjuk arról, hogy hol is fog az a vasúti sín elhelyezkedni, ami a másik beruházásban pluszként megjelenik. Márpedig egy mérnöknek milliméter pontossággal kell kijelölni magasságokat, távolságokat, űrszelvényt, és az egyeztető munka a két tervező csapat között hát nehezen indult be. Nem a szándékok miatt, hanem amiatt, hogy nem tartott még ott a két tervezési folyamat, hogy össze lehessen fésülni. Végül itt is képviselő úr közreműködésével, közbenjárásával azért sikerült összehozni a két tervező csapatot, és ez is helyreállt. Ezek a problémák is elhárultak. Én itt még összeírtam magamnak azokat a hasznokat, amiket ez a beruházás a városnak eredményez. Erről már képviselő úr sokat beszélt, úgyhogy én tényleg csak végig szaladnék rajta, hogy a forgalom csökken, az elsődleges hasznok, a forgalom csökkenés, a baleseti kockázat csökkenése, a környezetterhelés, a zaj és levegőszennyezés csökken a városon belül ennek a beruházásnak a következtében. Eleve a városon belüli útszakaszok állapotát sokkal jobb, hosszabb ideig tudjuk talán megőrizni, hogyha a nehéz gépjárműveket kitereljük a városból. Tehát a nemrég néhány évvel ezelőtt felújított útszakaszokat a városon belül talán sokkal jobban tudjuk kímélni, ha megépül ez az elkerülő út. Nagyon fontos a város szempontjából hihetetlen jelentőségű az, hogy az egyik legforgalmasabb, az 53-as, 54-es út közös szakaszán meglévő vasúti átjárót egy felüljáróval tudjuk kiváltani. Ez óriási könnyebbség lesz, főleg ha azt feltételezzük, hogy a vasút forgalma jelentősen meg fog nőni. Tehát sokkal hosszabb egy hagyományos vasúti kereszteződésben a várakozási idő, mint hogyha felüljáron haladhatunk. A másodlagos hasznait is említette képviselő úr, hogy ez a közvetlen út csatlakozás egy-egy üzemhez, gyárhoz hihetetlen előnyökkel jár, és abban reménykedünk, hogy a jelenleg a városban működő üzemeket ki tudjuk csábítani ide az elkerülő út környezetébe, mert itt nagyon jelentős Ottvadkerten, sokan tudják, de nagyon jelentős a műanyag feldolgozó ipar, és ezeknek a környezetterhelő tevékenysége is jobb lenne, ha nem a városban folyna, hanem a város környékén, adott esetben ennek az elkerülő útnak a környezetében. És vannak ennek harmadlagos hasznai is ennek a beruházásnak. Ilyenek például az a régészeti föltárás, aminek már most eredménye van, és nagyon bízunk benne, hogy úgy a munkálatokat nem fogja maga a feltárás gátolni, ugyanakkor eredményes lesz. Tehát olyan értékes régészeti emlékeket találunk, amiket nagyon meg tudunk majd becsülni, és akár egy turisztikai látványosságot is fejleszthetünk ezekre a leletekre. Nagyon fontos az a fajta környezeti hatásvizsgálat, aminek az eredményeit én mindenképpen szeretném, hogyha egy kiadványban közzé tudnánk tenni. Van itt a városban egy országosan ismert természetfotós,
ezt a környezetvédelmi hatástanulmányt és ennek az eredményeit az ő fotóival megörökítve egy nagyon-nagyon fontos kiadványt hozhatnánk létre. Meg vagyok róla győződve, hogy a Sótvadkerti lakosok többsége ma hallott először erről, hogy ex lege természetvédelmi terület, és fogalma sincs arról, hogy milyen értékek közelében élünk mi, azon az adott mocsaras területen milyen természeti értékeink vannak. Tehát ezeket a harmadlagos hasznait is szeretnénk megörökíteni ennek a beruházásnak. Végezetül én is természetesen köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett ebben az előkészítő munkában. Mindenek előtt azoknak, akiknek a döntés következtében most itt állhatunk, és ez a beruházás elindulhatott. Őket név szerint nem szeretném említeni, ha megbocsátják nekem, én azokat a kollégákat szeretném megemlíteni, kicsit vétve a protokoll szabályai ellen, hogy akikkel nekem személyes kapcsolatom volt. Ezért aztán képviselő úr és Kerényi képviselő, dr. Kerényi János képviselő uraknak szeretnék elsősorban köszönetet mondani. A NIF részéről Nyúl Zoltán vezérigazgató úrnak és Posta Zoltán irodavezető úrnak, de nekem személyes kapcsolatom a projektvezetőkkel volt, és ez alatt az előkészítő munka alatt három projektvezető kollégával volt alkalmam dolgozni, Kókai Péterrel, Szabó Judittal és Garamvölgyi Lászlóval. Szeretnék köszönetet mondani a tervező irodák képviselőinek, elsősorban az UvaTerv tervezőiroda projektfelelősének, Paulini Leventének és Fülöp Levente uraknak, a Speciálterv tervezőiroda projektvezetőjének, Óber István úrnak. Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Közút munkatársainak. Itt most jelenleg Stana Zoltán képviseli a közutat, de meg kell említenem Langó István urat is, akivel a személyes egyeztetések sorozatát bonyolítottuk, és nagyon-nagyon sok jó tanáccsal segítette a munkánkat. Szeretnék köszönetet mondani a kivitelezőnek, akinek egyenlőre az elvégzett munkáért még nem tudok köszönetet mondani, de nagyon örülök annak, hogy Bács-Kiskun megyei vállalkozásként pályáztak és vállalkoztak erre a munkára. Annál is inkább, mert a Soltúthoz nagyon-nagyon régi kapcsolatok fűzik Soltvadkert város önkormányzatát. Nagyon sokat dolgoztak, nagyon sok munkát végeztek el kiváló minőségben Soltvadkerten, és amikor én értesültem arról, hogy ők nyerték el ezt a közbeszerzési tendert, én nagyon örültem. Már csak azért még egyszer mondom, hogy Bács-Kiskun megyei vállalkozásról van szó, és régi ismerősöket üdvözölhetek. Tehát köszönöm nekik, hogy indultak, és a munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, tisztelt miniszteri tanácsadó úr, képviselő úr, polgármester úr, és köszöntök minden megjelentet. Ugye nagyon szép pillanat az, amikor az előkészítési folyamat eredményeként már a valódi kivitelezésről beszélhetünk. Ugye nagyon sok szó esett arról, hogy nem volt egyszerű ide eljutni, de örülünk, hogy már itt tartunk. Ebben tényleg az együttműködés a kulcs szó, amit szeretnék aláhúzni döntéshozótól a tervezőkig, kivitelezőtől a hatósági szereplőkig, illetve beleértve ebbe a saját kollégáinkat is, hiszen így sikerülhetett ezt az állapotot elérni. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni ennek a projektnek a kapcsán. Az egyik az az, hogy mitől jó egy elkerülő út, hogy attól jó, hogyha a nem kívánt forgalmat, meg a ezen kívül realizálható gazdaságfejlesztési, városfejlesztési hasznokat elősegíti a nyomvonalával. Másik oldalról viszont nem elnéptelenítő a települést, hanem világos megközelítési csatornákon keresztül lehetővé teszi azt, hogy mindenki, akit a település ott szívesen lát, illetve a helyben élők mozgását segítendő, segítsük elő minden beruházási elemmel. Ha körbenézünk ezen az elkerülő úton, nagyon szépen látszik a nyomvonalon, valóban teljes körű feltárás van, minden irányból körforgalmi csomópontok segítik az autós megközelítést, nagyon fontos a kerékpáros átvezetés kérdésköre, és nagyon fontos a kerékpáros közlekedésnél, hogy minden apró találkozási ponton, ahol a már említett nagyon
gazdag kerékpárút hálózattal találkozási pontja van, ott ezek az illesztések is megtörténnek, és így összességében egy még jobb kerékpáros hálózatot vehetnek majd igénybe a helyben lévők, már pedig ugye Alföldön kerékpározni az mindig egy hálás dolog, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont. És nagyon fontos az is, hogy a környezettel a harmóniát megtaláljuk egy ilyen beruházás során. Beszéltünk arról már itt korábban, a polgármester úr is részletesen említette, hogy milyen értékek vannak a természeti környezetünkben. Én hiszek abban, hogy egy olyan beruházásnak a kivitelezési fázisát indítottuk most el, ahol sikerül azt a harmóniát megteremteni, ami az épített környezet és a meglévő természeti értékek mentése szempontjából elengedhetetlen, és egy olyan együttes jön elő, amelyik akkor ezeknek a hasznait és a pozitívumait emeli ki, és a károkozás lehető legkisebb esélyét is kizárja. Nagyon fontos, hogy itt madárvédő falat építünk például, nagyon fontos, hogy a múlt örökségét is egyúttal feltárjuk, és itt szeretnék még erre a másik aspektusra is kitérni, hogy valóban a régészeti munka az elengedhetetlen, hiszen egy olyan történelmi lehetőséget adtak az elődeink a kezünkbe, hogy megnézhetjük, hogy mi az, ami a múltunk egy fontos szelete, és ilyen értelemben ez a beruházás bekerül azon projektek sorába, ahol az értékmentés és értékteremtés együttese tökéletesen meg tud valósulni. Nagyon fontos a találkozási pontok kezelése ugye a vasút-közút vonatkozásában. Itt ugye egy 47 méteres két nyílású, három támaszú előre gyártott vasbetonhíd is létesül, ami önmagában egy nagyon komoly műtárgy, de fontos szerepe van a tekintetben, hogy a vasút és a közút ne egymást gátolja, hanem egymást mellett békésen élve ugye a különféle forgalmi igényeket kezelni tudja. Ezeket az összefüggéseket, ezeket a komplexitásokat el kell, hogy vigyük a megvalósítás fázisáig. Úgyhogy ennek a projektnek a kivitelezője, ahogy már elhangzott, ugye a Soltút, vele a vállalkozási szerződést mi ez év tavaszán megkötöttük, valóban 2024. december 11-e az a dátum, amikor ezt a munkát be kell fejezni. Ugye ennek a mérnöki tevékenységét, projektmenedzsmentjét azt a NIP ZRT, illetve a január 1-től felálló új struktúrában az építés és beruházási minisztérium viszi. Azt ígérhetem mindannyiunk nevében, hogy az elkövetkezendő időszakban olyan munkavégzés fog itt folyni, amelyiknek az eredményeként egy minőségi elkerülő utat, minőségi város megközelítő utat kap Soltvadkert, és 2024 karácsonyán már ezt mindannyian élvezhetik. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, köszönöm szépen a figyelmet, megyünk tovább a beruházással.